A holnapi vizsgára készülnek az informatikusok. Itt a Nyíregyházi Szakképzési Centrumban érettségi utáni képzésekre is sokan jelentkeznek. Szakmát szeretnének tanulni. Én vagy számítógép szerelő, karbantartó szerettem volna lenni, de így inkább ezt választhatom, mert a fizetés és munkalehetőség alapján is ez így jött, hogy inkább akkor informatikai rendszergazdász leszek. Olyan szakmák iránt érdeklődnek a fiatalok, amivel el is tudnak helyezkedni. Felkértek engedet egy középiskolába is dolgozni, úgyhogy most befejezem a szakot, és akkor rögtön a fel is vesznek. A szakmát tanulók sikeres elhelyezkedését a munkaerőpiaci kínálat befolyásolja, ezért a képzés és a foglalkoztatási igények összehangolása továbbra is a szakképzés elsődleges célja marad. A Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság javaslatot tesz a szakmaszerkezetre, tehát javasolja a beiskolázási irányokat és a képzési arányokat. A javaslatokból kiderül, illetve később majd ugye a szakmaszerkezeti döntésekből, hogy kirajzolódnak azok a szakma csoportok, szakképesítések, amelyekben folyamatosan évek óta hiány jelentkezik. Ide sorolhatjuk a gépészeti szakmacsoportot, a mezőgazdasági, az egészségügyi szakmacsoportot, bizonyos szakképesítések esetében pedig az építészet és a közlekedés szakmacsoportot is. Feszültség alá helyezést kérünk, ugye? Csatlakozhatjuk. Fog működni, vagy nem? A képzőhelyek a hiány szakmákban bármennyi tanulót felvehetnek, a többi szakterületen viszont kormányrendelet határozza meg, hogy a különböző fenntartású képzőhelyek hány főt iskolázhatnak be. Elsődlegesen a szakképzési centrumok élhetnek a keretszámok adta lehetőséggel. A szakgimnáziumokban pedig az eddigi ágazati képzések megmaradhatnak a következő tanévben is, sőt van, ahol bővülhet a profil. Igazából előbb mondhatom azt, hogy minden képzésünk megmaradt, ami tavaly évben is indult, minden ágazati formában, sőt azt mondhatom, hogy bővültünk is egyel. Egyik iskolánk úgy döntött, hogy az informatikai képzését igazából háttérben hagyja, felmondja a gyermekeket, igazából kiviszi még a kifutó jelleggel, de már nem indítja, helyette szociális ágazatban indul új képzési formával, ami azt mondom, hogy dicséretes törekvés az iskola részéről. Minden iskolában a korábbi képzési profil marad, a párhuzamos képzéseket viszont megszüntették. A Nyíregyházi Szakképzési Centrumhoz 10 tagintézmény tartozik, amelyekben több mint 7000 diák tanul.